Majtényi Domokos duónak az év újabb VB sikerrel és klubtársuk közreműködésére új főtámogató érkezésével kezdődött. A Majtényi Domokos páros sikere, én azt gondolom, hogy az alázatban rejlik. Hihetetlen sportember viselkedésük, azt gondolom, hogy mindenki számára példaértékű. Őket látni kell a telepen, ahogy felkészülnek, látni kell egy-egy versenyen, hogy mennyire tudatosan és koncentráltan vesznek részt a versenyeken, hogyan készülnek fel az egyes versenyekre, és hogy verseny után hogyan élik a mindennapi életüket. Szeretnénk azt, hogy a következő években akár a teljes karrierjük során bankunk támogathassa ezt a két kiváló versenyzőt, főként azért, mert ezeknek válságoknak egyfajta sajátja, hogy kifejezetten szükség van példaértékű karakterekre. Az együttműködés tehát szoros, a páros pedig világbajnokként hatszoros. A lehető legtávolabbi helyszínen Új-Zélandon versenyeztek az év első napjaiban. De még az árbosztörés miatt lerövidült felkészülési idő sem akadályozhatta meg őket abban, hogy teljesítményükkel egy különleges trófeát is kiérdemeljenek. Ez azért lett szombréró, mert ezt a mexikói szövetség adományozta a repülő hollandisoknak, és így ők alapították ezt a vándordíjat. És az az egység kapja a világbajnokságokon, aki az összes futamot beszámítva a legjobb helyet éri el. Tehát ha nem számítjuk be a kiesőket, amik a világbajnoki címhez szükségesek, hanem az összes futamot figyelembe véve a legjobban teljesít, azok kapják. Szerencsére van összehasonlítási alapom, mert néha szoktam menni más versenyzőkkel is, akik ugyancsak nagyon jó vitorlázók és repülő hollandiba kifejezetten jók, de teljesen más, amikor az Andrással megyünk együtt. Hát eleve az összeszokottság az egy olyan alap dolog, hogy nekünk nem nagyon kell beszélgetni, hogy éppen mi fog történni. Az András mindig tudja, hogy bizonyos mozdulatokból is akár, hogy én mit fogok csinálni. Illetve hát nagyon fontos, hogy el tudja fogadni az én hülyeségeimet, tehát amikor hibázok, és annak vannak ilyen reagálási részei, akkor ezeket viszonylag jól tudja tolerálni, és hát nagyon sokat segít a magában a hajóállításban, tehát most ha csak a versenyzésről beszélek, akkor alapvetően ő a drótról, ahol áll kint a hajó oldalán, nagyon sokat lát, és én nekem nem azzal kell foglalkoznom, hogy tudjuk a legoptimálisan beállítani a hajót, hanem ezt ő tudja nekem diktálni, ezért én tudok foglalkozni a taktikával és a mezőny többi részével. És hát alapvető kritérium, hogy ugyanúgy ismerje a vitorlázásnak az összes csínyát, bínyát, mint egy kormányos. Az érdekelne, hogyha mondjuk egy időutazással visszamennétek, melyik páros győzne, az, aki a legelső világbajnoki címeteket nyerte, vagy a mostani? Szeretnék ezzel a tudással és tapasztalattal, de annyira letisztult gondolkodással versenyezni, mint 15 évvel ezelőtt. Akkor valószínűleg veretetlenek volnánk.